Az orosz-ukrán háború február 24-én elkezdődött. A Magyar Vöröskereszt a Baranya megyei szervezettel együtt február 26-a óta folyamatosan szervezi az adománygyűjtést a rászorultaknak. A megyében 19 háztartásban 102 ukrán családot lát el a Vöröskereszt Baranya megyei szervezete akik Pécsi lakcímmel rendelkeznek, azok hetente bejönnek, és elviszik a saját maguk ellátásához szükséges alapanyagot, és megfőznek maguknak, akik pedig vidéken találhatóak, ők pedig ugye heti ilyen túrajáratszerűen vannak felkeresve, vannak ukrán tolmácsok, ugye, akikkel kapcsolatba állunk, az ő nevük, telefonszámuk ott vannak a családoknál, és mindig bediktálják, hogy mire van szükségük, Két hete megkezdték az élelmiszermentő központ működtetését nagy élelmiszeráruház láncokban. Így nagy élelmiszeráruház láncokban 24-48 órán belül lejáró szavatossági idővel rendelkező termékeket kapja meg a Magyar Vöröskereszt. Ebbe ugye, amit este levesznek pékárút, ezeket ugye mi bezacskózva megkapjuk, elhozzuk másnap reggel, és ebből indítjuk a te de ugyanígy van ugye a zöld gyümölcsből is, amit szintén megkapunk, és hozzátesszük a hazokhoz, az alapanyagokhoz, amiből utána egy hétig főznek saját maguknak a menekültek. A Baranya szervezet így hasznosítja az élelmiszereket. Náluk ez az élelmiszermentés, teszi hozzá Udvaros Renáta, a Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének megyei igazgatója.